csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke, kezét csókolom. Jó reggelt kívánok! Állandóan azt mondjuk, hogy az MSZP volt elnöke, a mostani elnököt nem ismerjük, nézőink még nem látta, egy nyomorult mondatot nem tudok idézni műveiből, majd én idézek. Holnapra jön Mesterházi Attila, és talán kihúzok belőle valamit NATO-n kívül, hogy mondjon már nekem valamit, hogy mi történik ebbe a pártba. Viszont a nap híre a következő. De majd just is mondok valamit a pártról, de kezdjük úgy, a nap hírével. Úgy tűnik, hogy a PM megkéri az LMP kezét, vagy az LMP igent mond a PM kezére. Szóval itt valami érdekes dolog történik. Nem tudnak mit csinálni a szabadsággal, teljes amnestiát adtak saját maguknak, a kukoricát odadobták a disznóknak, elnézést, disznókról nem beszélünk, tehát vége a büntinek, és most valami hatalmas átalakulás, földrengés, sőt, mi több. Kérdésemre válaszolva, Schmuck Erzsébet azt mondta, hogy természetesen visszavárják akár Szél Bernadettet és a többi szélnek engedett embert is. Azt hiszem, hogy itt a helyzet fordított, hogy az utolsó mondatával kezdjük. Itt Szél Bernadettnek és Hatházi Ákosnak kell meggondolni nyilván, hogy mit tesznek, hiszen ők ugyan különböző pártbüntetések súlya alatt, de például Szél Bernadett maga lépett ki, tehát nem arról van szó, hogy az LMP ad. Hát nem hagyta, hogy megalázzák. De nagyon jól tette, teljesen egyetértettem vele, majd kialakul nyilván az ő helyzetük is, gondolom más párt is van, amelyik szívesen dolgozna velük. De ez harc a hatalomért, vagy tényleg arról van szó, hogy zöldek, és akkor zöldségeljünk együtt? Hát milyen hatalomért? Ellenzékben vagyunk, vannak ezek a pártok is. Szerintem ez az ellenzéki pártmező túltagolt. Tehát én minden olyan mozgásnak örülök, hangsúlyozottan a demokratikus pártok közötti mozgásról beszélek. Köszönöm, hogy ezt hozzátette. Igen, ami közelebb viszi ezeket az erőket. Az a konfliktus, ami annak idején a párbeszédet létrehozta, és Karácsony Gergőjéket kivitte az LMP-ből, az valóban megszűnt. Már biztos nem is emlékeznek a nézők, nem is érdemes már rá sok szót vesztegetni, de akkor arról volt szó, hogy az LMP akkor még azt mondta, hogy csak egyedül, senkivel nem szövetkeznek. A párt egy része megszövetkezni akart, és ezért kiléptek. Ez az ok megszűnt. Én is különösen érdeklődve figyelem a folyamatot. Tudnélék, a Párbeszéd, az nekünk már biztos szövetségesünk. Hát lehet, hogy talán azért, mert önök is szeretnének a parlamentbe bejutni, ugyan önök jobban mérhetők, mint a Párbeszéd. De... Hát a mi parlamenti bejutásunk az nincs fenyegetve. Itt nem is annyira a parlamenti bejutásról van szó, hanem hogy egy későbbi választáson, meg addig is akciókban, kik tudnak szorosabban együttműködni egymással. De és ön szerint az ön pártja... most szorosabbra veszi, akkor én ennek örülni fogok. Na de elnök asszony, az ön pártja talán a legnagyobb gyakorlattal rendelkező párt, szerteágazó irodahálózattal, címlistával, és mit tudom én, mi mindennel. Nem kéne, hogy a Csipke Rózsika álmukból fölébredjenek, magukhoz térjenek, vagy már nincs erre igény, valami újat kéne kitalálni, van és mondjuk erre. A Görögdínyéhez csatlakozni. Görögdínyén állam Szanyi Tibor úr pártja, ami zöld is, mert ugye ma ez a sik, hogy legyünk igen. Zöldek, hát meg belül azért piros. Egyelőre Tibornak még nincs pártja, mozgalma van, ő maga is azt mondta, hogy még nem tudja, hogy pártot is alapít-e. A mozgalomhoz sok sikert kívánok. A Görögdínye modell az az európai baloldal és zöldek közös modellje. Mi akár ezt a szóképet is használhatjuk, mert én szeretem a Görögdínyét, nem tudom, hogy én is, főleg a mag nélkülit, igen. Kétség kívül, akkor nincs benne feketeség, olyan Görögdínyét akarunk, ezzel is egyetértek. Nem voltunk komilfok, én a fekete, akkor én szeretem, mert abban benne feketeség. Majdnem lebukott. No, de van négyszögletes Görögdínye is már, igen. A dolog lényege, túljutva a dínye konkrét valóságán, hogy eleve azért kötötte az MSZP és a Párbeszéd a szövetséget, hogy a baloldali gondolat és a zöld gondolat közelíthessen egymáshoz. És akkor ma beszélünk itt az MSZP-ről is, ahogy ezt nagyon nagy örömömre igényelte.
Ezeknek tudnélik azért közös gyökere van. Baloldalnak mindig azt a mozgalmat hívjuk, amelyik valamilyen kiszolgáltatottság ellen lép fel, azok érdekében, akiknek maguknak nem egészen jó az például érdekében. Álhíreket terjesztünk, például valaki, aki állítólag ért a politikához, hirtelen ért az egészségügyhöz is, és megállapítja, hogy aki fehér, az tulajdonképpen fekete, és akinek kihúzták a fogát, annak amputálták a lábát, és aztán közhírét tesszük. Hadd fejezzem be a Görögdíjat, és utána beszélünk, mert nyilván Bangóné nyilatkozatára gondol. A baloldal, amelyik mindig a kiszolgáltatottság ellen küzd, nagyon természetes, hogy szövetségre lép a zöld mozgalommal, ami a legnagyobb globális, a környezeti károkkal szembeni kiszolgáltatottság ellen küzd. Ez a Párbeszéd MSZP szövetség... Nem nagyon veszem észre, a kormány csak utolsó percben vette fel az iramot, én még emlékszem a klímahiszti kifejezésre, biztos a kedves nézők is, mert jól hát az már 3 hete ezen túl. Tényleg, 3 hete már klímapárti a kormány, annyira örülök, ez komoly időegység a környezeti hatászok. Hát csak a bejelentésről közdelemben. Persze, mert kénytelenek voltak fordulni, nagyon helyesen. De Ildikó, ön feltételezi, hogy van olyan magyar parlamenti képviselő, aki nem szeretné azt, hogy tiszta levegő legyen, és minden jó legyen, és hogy a világ még több ezer évig létezzen. Akkor én szeretnék, magamtól... hogy a bálnák tele legyenek polimerekkel? Ez nem valószínű, csak akkor azt magyarázza el nekem, hogy miért volt a kormánypárti sajtónak, és egy darabig a kormánypárti frakcióknak is vezérszólama, hogy itt klímahiszti van, csakis a balliberális erők találták ki az egészet, hogy új ideológiai... Férfiasan be kell vallanom, hogy nem tudok rá válaszolni. Igen, ezzel sajnos csak Breuer Péter agyáért vagyok. És a Breuer Péter agyával nincs is nekem bajom, mert ő, ahogy az előbbi mondatban felsorolta, látja ezeket a veszélyeket. Újabban valóban fölismerték, hogy nem lehet a világ tendenciáival és tényleg objektív tapasztalatunkkal szembe menni. Ennek örülök, a miniszterelnök erre tett is biztató kijelentéseket. Mennyire örültem volna, hogyha abban a beszédében, ahol a biztató kijelentéseket teszi, nem tesz más, nagyon aggasztó, sajnos a magyar rasszizmus élénkítésére alkalmas, mondjuk cigányellenes kijelentéseket is. De talán majd 3 hét múlva odáig is eljutunk, hogy ott is a helyes mondat hangzik el, ha így 3 hetenkénti ciklusokban haladunk a jó irányban. Az a baj, hogy ön biztos nem emlékezik, pedig ön nagyon jó emlékező tehetséggel rendelkezik. És olyan fiatal sem vagyok. És fiatal is. Hogy amikor, azt mondtam, olyan fiatal se vagyok. Amikor, igen. Én meg az ellenkezőjét próbáltam állítani, hogy... Köszönöm szépen. És különben is vasárnap mindenkit kenterbe vert, új frizurájával, új külalakával, hogy mindenki önt figyelte. Azt hittem, hogy ott a helyszínen újja pártelnöké választják. Na, félre ne értsék, egy megemlékezésen voltunk. Tehát én nem tudom. Egy terem, amikor tele van gondolkodó emberekkel, és ezek a gondolkodó emberek, mindenki szeretné a legnagyobb kérdést föltenni, mert a világ szeme rajta van. És ott áll szembe az emberrel egy miniszterelnök, akinek erre rohadtul föl kell készülni. Hiszen jelen is volt, tehát igen, jobban sőt, kiisztisztem azt, a hogy klímát, végül, hogy még kérdezhessek is, ami nem volt könnyű. És sikerült kérdeznie? Persze. Na, úgy nézek én ki, aki... Nem úgy néz ki, hát, mint aki hagyja de magát. De én nem Breuer Péter kérdezek, én a nézőimért kérdezek. Helyes. Általában találkozik a nézőinkkel, vagy átkapcsolnak egy másikra. Tehát nagyon koncentrálni kell, és iszonyú nehéz maga az a 2,5-3 órát egy helyben állni. És ezek nem baráti kérdések, tehát nem azt akarják tudni, hogy na és milyen volt a tegnapi vacsora. Is volt, ilyen is, meg olyan is, igen. Tehát egy-egy szóbotlás, egy-egy rosszul kommunikáció szempontjából félrecsúszott válasz, hisz én nem feltételezem, hogy egy demokratikus ország miniszterelnöke éppen uszítani akart volna, még akkor is, hogyha ez valahogy így sikerült. Ez valahogy így sikerült. Tudja, állhatna maga 3 órán át egy mikrofon mellett, nem csúszna ki a szájából a cigányellenesség, vagy antiszemitizmus, vagy bármilyen rasszista irányban félreérthető mondat.
tessék szíves olyan lélekkel odaállni a mikrofon elé, hogy még nyelvbotlás se legyen. Én is tévedésből azt mondtam, amikor jöttek a migránsok annak idején, mert eszembe jutott az Egyiptomból való kivonulás és a sáskák, és ettől mindenki megsértődött, mert azt mondtam, és mint sáskaként. Van ilyen, nekem is voltak rossz mondataim a politikában, csak azóta, ha már hetekbe számolunk, ugye 2 héttel telt körülbelül. 14 elvesztegetett nap, hogy a miniszterelnök helyre tegye, ahogy ön is mondta, valóban erősen félreérthető mondatát. Hallott valamit ez alatt a 14 nap alatt erről? Én nem hallottam. Lépjünk tovább. Arról beszéltünk, hogy ön szerint Szanyi Tibor még csak egy mozgalom. Egy politikusnak, mint önnek, aki a politikával kell és fekszik, és annak ellenére, hogy már csak egy volt pártelnök, de benne élünk a politikában, mindjárt, persze. Szerves részünk. Nem vagyok biztos abban, hogy aki éhesen fekszik le, annyira érdekli ezt. Pedig őróla van szó. És őt érinti legjobban. És ő fűt olyan fűtőanyagokkal, mert nem akar megfagyni, ami nem biztos, hogy éppen a nem környezetszennyező. Hogy valahogy másképp kéne ezt csinálni. Én nem tudom, hogy hogy. A politikát általában úgy igen, érti, vagy? Most mindenki a magyar parlamentben hirtelen zöld lett, és most ez a központi téma. De közben a Szocialista Párt képviselőnője iszonyú veszélyesen, ezt tegnap egy kereskedelmi televízióban egy orvos, egy egészségügyi politikus volt a vendég, és megmondta, hogy a félreértések elkerülése véget, egy matematikus foglalkozzon a matematikával, egy orvos ne a cipőgyártással, vagy csak maximum a cipő milyen létével, ha éppen ortopéd. Tehát a politikusoknak is lehet, hogy szakosodni kéne. Valamelyest szakosodva is vannak egy normális parlamentben, ahol szakpolitikai munka folyik, például a bizottságokon mindenki megjelenik, és a felvetett témákat nem bojkottálja mondjuk az egyik oldal, ott valóban a politika egy része szakma. Más része azonban általános politika, különben mondhattuk volna a miniszterelnök előző cigányellenes, vagy olyan hatást váltó kijelentésére, hogy akkor azzal majd foglalkozzanak az emberjogi politikusok. Nem tehetjük meg. Egészségügyi kérdésekben a szakkérdések az orvosoké, ápolóké, ezzel maximálisan egyetértek. A betegjogok kérdése azonban minnyájunké. A betegjogok igen, de önök szokták használni, illetve az ön pártja, hogy más normális országban már nem lehetne a parlament tagja. Politikus társnőjének voltak már ilyen általában kísérletekre használt négylábú kis állatkák, ahhoz hasonlított embereket. Most megint valami kijött, ami nem az, aminek kezdődött. Ez is egy hangulatkeltés, és egy rossz szájízű hangulatkeltés, és ugye félreértettük azt, amit a miniszterelnök úr mondott, akkor ez megint egy nagyon félreérthető dolog volt. Itt a következő történt, hogy ne rébusokba beszéljünk, mert biztos a többiek is tudják, de hát ha mégis van valaki a reggeli nézők között, aki nem. Nagyon sok politikus kapott egy levelet egy miskolci kórházban történtekről, ami szerint ott rasszista okból egy nőt terméketlenné tettek volna. Sterilizáltak. Igen, igen, pontosan így van. Ezt a levelet sokan megkapták. Bangónéhoz is eljutott, a miniszterelnökhöz is eljutott, egyébként egészségügyi miniszterhez is. Vizsgálat nem történt. Bangónénak az írásbeli kérdése a miniszterhez és sok mindenkihez, ezt a vizsgálatot kérte. Vizsgálat nem volt, nem kapott választ. Egyre hangosabban mondta. Én azt elismerem, hogy ott talán hibázott, hogy nem tette világossá, hogy az ő kérés, de se a vizsgálat, és nem egy állítás, amit csak egy vizsgálat végén lehet megfogalmazni. Hát ez pedig úgy hallatszott inkább, mint egy állítás. Én láttam az ő kérdését, vizsgálatot kért, és a vizsgálat kérés helyes. De nagy tanulság ebből van,
hogy annyira pontosan kell fogalmazni, lásd az előbb a miniszterelnökről mondottakat, hogy egyik politikusnak sem, vagy egyik média szakembernek sem legyen egy pici kis hézak sem a mondandójában a félreérthetőség szempontjából. Illetve mielőtt kinyitjuk a szánkat, használjunk azt, ami a fejünkben van. Ez kétségkívül sose állt, egyik szakmában sem. Köszönöm, hogy rendelkezésünk állt. Kedves nézőim, az elmúlt 17 percben és már is 2 perc késésben vagyunk. Jaj. Az örök zöld Lendvai Ildikót láthatták, és most tényleg zöldben. Aki a divatban is követi, úgy tűnik ma a zöld szín. Köszönöm, hogy itt volt velünk, és köszönöm visszavárjuk. Szépen. És most következik akkor Szabó György, a Mazsok elnöke, akivel arról fogunk beszélni, hogy mi is a heti szakasz, meg hogy mennyire jó büszke hívő embernek lenni, akár büszke magyar zsidónak, vagy büszke izraeli zsidónak lenni, vagy bárminek. Úgyhogy ha kedvük van egy templomba elmenni, akkor ne titokba menjenek el, vagy egy zsinagógába, vagy egy mecsetbe, hanem vállalják föl, és higgyék el, hogy lehet, hogy ez segít rajtuk. Na, nem akarok megakítálni senkit. Aki Marxba akar hinni, könyvtárban megtalálja Marx és Engelszt, iszonyú érdekes dolgok van abban is. Tartsanak velünk!